Köszöntöm kedves nézőinket, és köszöntöm stúdiónk vendégét, dr. Krepár Tamás alpolgármestert. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen a lehetőséget. A legutolsó áprilisi testületi ülésen a Grémium elfogadta a 2015-19-re vonatkozó gazdasági programot. Mit is tartalmaz ez a program? Miért volt erre szükség? Milyen célkitűzések az, amit ebbe a programba megtalálható? A gazdasági program egy olyan dokumentum, ami egyrészt meghatározza az önkormányzati gazdálkodás alapelveit, különös tekintettel a különböző bevételi forrásokra, illetőleg ezek megteremtésének a módjára, illetőleg tartalmaz azokat a fejlesztéseket, célkitűzéseket, beruházásokat, amiket ebben a ciklusban szeretnénk megvalósítani. Ugye az egyik legfontosabb eleme a pénzügyi helyzet. Milyen elemei vannak ennek? Az önkormányzat honnan tud forrásokat találni, előteremteni? Ugye az önkormányzati gazdálkodás jellegéből adódóan ugye az önkormányzati bevételek vagy a gazdálkodásra szolgáló vagyon két részből tevődik össze, annak központi költségvetésből finanszírozott különböző feladatokra célfinanszírozott összegek, illetve ugye vannak az önkormányzat saját bevételei, amiből az alapfeladatok ellátásán túlmenően a saját céljainak, célkitűzéseinek megfelelően tud gazdálkodni. Igazából a gazdasági program részben azért, mert a bevételeink nem saját forrású részére különösebb ráhatásunk nincsen, azt általában ugye az országgyűlés határozza meg a költségvetés elfogadásakor. A saját bevételeink azok, amikre befolyásunk van, és ezekkel kapcsolatban tartalmaz alapelveket ez a dokumentum, amik meghatározzák a gazdálkodásunkat. Ugye itt gondolunk a helyi adókra, az iparűzési adóra, a telekadóra, és lehet azt is tudni az előterjesztésből, hogy az előző évekből kifolyólag nagy a kint lévőség. Milyen eszközökkel tudja az önkormányzat behajtani ezeket, illetve mik az elképzelések a jövőre nézve? A helyi adók vonatkozásában elmondható két fontos dolog. Egyrészt, hogy a adóbevételeink döntő részét ugye a helyi iparűzési adó alkotja. Tekintettel arra, hogy a jogszabályi kereteket maximálisan kihasználva a felső határ mértékének megfelelő ez a helyi adó mérték, ezért itt többlet bevételre igazából nem lehet számítani, maximum a hatékonyabb adóbehajtás terén tudunk többlet bevételeket elérni. Azt kell, hogy mondjam, hogy ezen a téren is változtatásokat hajtottunk végre, és adóalanyfelderítés vonalán különösen már az elmúlt évben is több 10 millió forintos nagyságrendű többletbevétel keletkezett az eredményesebb adóbehajtásból kifolyólag. Adó téren egyébként a hatékonyság növelésén túlmenően különösebb további mozgásteret, én azt gondolom, hogy nem határoztunk meg magunknak. Itt többször fölmerült ugye a környező településeken, és sajnos országosan is már azt tapasztalható, hogy az önkormányzatok gazdasági lehetőségének beszűkülésével egyre inkább erőtérbe kerül a helyi adóalanyok megadóztatása, itt egész konkrétan az ingatlan adóra gondolok. Én azt gondolom, hogy ameddig ez lehetséges, ezt mi mindenképpen szeretnénk elkerülni, és a gazdálkodáshoz szükséges többletforrásokat, bevételeket mindenképpen más vonalon próbáljuk megszerezni. Ezek egész konkrétan több olyan alapelvet határoztunk meg, és ez részben az elmúlt 4 év tapasztalatainak is köszönhető, amik úgy gondoljuk, hogy a jelentős mértékű önkormányzati bevételt képezhetnek, és a programunk megvalósítását elősegíthetik. Ilyenek többek között az egész helyi önkormányzati bérlakás gazdálkodásnak a felülvizsgálata. Azt tudni kell, hogy Budaklászon, azt kell mondani, hogy akár még budapesti kerületi szinthez is viszonyítva kiemelten nagy mértékű az önkormányzati lakásállomány, körülbelül 200 lakásról beszélünk. Döntő részüknek nagyon rossz a műszaki állapota, az önkormányzatnak nincsenek az eszközei, hogy ezeket teljes mértékben felújítsa, és sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy további problémát jelent, hogy a nem
piaci alapú, tehát jóval alacsonyabb bérleti díj, fizetési készséggel is jelentős problémák vannak, rengeteg bérlő, több százezres, de akár milliós nagyságrendű bérleti díj tartozás halmozott föl. És az önkormányzati gazdálkodásnak ez a bérlakás állománnyal történő gazdálkodás része, ez azt kell, hogy mondjuk nagyon rosszul működött mondhatom, hogy az elmúlt 20-25 évben. Ezt mi teljes mértékben szeretnénk megreformálni. A kollégák fölmérték az önkormányzati bérlakás állományt, ahol jó műszaki állapotú ingatlanaink vannak, ott a bérlakások megmaradnak, de a rossz állapotú ingatlanokat szeretnénk felszámolni. Itt részben értékesítésről van szó, részben pedig más célú hasznosításról, akár épületbontás mellett is. Ez nyilván azt fogja eredményezni, egy kisebb önkormányzati bérlakás állomány kezelése, önkormányzati szempontból egy könnyebb kezelési feladat. Az értékesítésre kerülő lakásállomány az egyrészt egy bevételt fog jelenteni, egy jelentős bevételt az önkormányzati részről, és településképileg pedig azt várjuk ettől az intézkedéstől, hogy az új tulajdonosok, mármint saját tulajdonukat, ezeket az ingatlanokat rendbe hozzák, és a város képviselőtől jelentősen javulni fog. Tehát ez a bérlakás gazdálkodás, ez egy jelentős változtatáson ment keresztül. Szintén én azt gondolom, hogy egy nagyon fontos alapelv, amit már az elmúlt ciklusban meghatároztunk, de igazából talán ebben a elkövetkezendő időszakban fog ez manifesztálódni, hogy sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy szintén az önkormányzatiság óta jelentős problémát jelent, nem igazán tudta kezelni bármely önkormányzatunk vagy képviselőtestületünk a belterületi lakófejlesztések kérdését. Ez volt, amikor elég hektikusan is ment, és nem voltak olyan általános generális elvek, amelyek a többlet betelepülésnek a egész települést érintő többlet terheit valamilyen módon kompenzálták volna. És ez eredményezett olyan teljesen lehetetlen helyzeteket, hogy míg belterületbe vontunk egy településrészt, most nevesíteni nem szeretnék, mert ez általában így valósult meg, ezek a területrészek magántulajdonban voltak, ami területleadásra került, az kifejezetten csak útcéljára. Ezeken a közutakon az önkormányzatnak közvilágítást kellett megoldania, az újonnan betelepült és házat épített tulajdonosok joga várják el, hogy megfelelő útburkolaton tudjanak közlekedni, és az önkormányzatnak ebből bevétele nem származott, viszont óriási terhet jelent az ezen ingatlanok felül is megjelenő és egyébként teljesen jogos lakossági igény, amit nekünk kezelnünk kell. És ugye itt ebben az esetben még nem is említettem azt, hogy az intézményeinkre is ez egy többletterhet jelent, nyilván magasabb a gyereklétszám, ezeket nekünk meg kell oldanunk az intézményeink megfelelő fejlesztésével. Itt egy olyan új szabályzót, vagy egy olyan új alapelvet alakítottunk ki, hogy egyrészt amennyiben lehetséges és településfejlesztésileg indokolt és a települési képbe belefér, elsősorban önkormányzati ingatlanokon próbáljuk meg a belterületi ingatlanfejlesztést, ahol pedig már a korábbi építési szabályzatok ezt lehetővé tették az ingatlanok tulajdonosok részére elvben a belterületi fejlesztést, ott pedig meghatároztunk egy minimális mértékű területleadási százalékot, amiből részben a közterülettel kerülnének kialakításra, részben pedig az így módon kialakuló önkormányzati ingatlanok értékesítésével a később beépült település részek megfelelő infrastruktúrális ellátása. Itt leginkább az útra gondolok, hiszen az egyéb közműveket a tulajdonosok kell, hogy finanszírozzák, megvalósítható. Ez nyilván, mivel új intézkedés, nem feltétlenül volt egyhangúan pozitív ennek a fogadtatása. Én arra kérek minden ingatlan tulajdonost, hogy olyan szempontból gondolja végig ezeket az elveket, hogy az önkormányzatnak rengeteg alapfeladata van, amit el kell látnia. Az is nyilván belátható, hogy új lakosok betelepülésével ezek a terhek növekednek, amit arányosan el kell osztani, és az az ingatlan tulajdonos, akinek egy külterület ingatlanból belterületi ingatlanná válik az ingatlana, az a forgalmi értékét megtízszerezi, meghúszorozza, tehát ha ennek megfelelően lead 25%-ot, én még mindig azt gondolom, hogy összességében legalább egy tízszeres haszonra tesz szert, és
Én úgy gondolom, hogy ez mindenképpen ez az önkormányzati szempont méltányolandó lenne a másik oldalról is. Hál' Istennek azt kell, hogy mondjam, vannak pozitív hozzáállások is, és ennek megfelelően egyébként már kötöttünk szerződéseket, és halad ez a terület is. Szintén fontos elv, hogy próbálunk minél hatékonyabban pályázni, Európai Uniós pályázatokon indulni, annak ellenére, hogy ez a régió, ez közismerten hát sokkal kisebb lehetőségekkel bír, mint az ország egyéb területei. Sikerült az elmúlt időszakban is pályázati pénzeket szereznünk, ugye a bölcsődeépítéshez 100 millió forintot kaptunk az államtól, de próbáljuk ezt még hatékonyabbá tenni, még eredményesebbé. Ennek megfelelően kötöttünk pályázatíró céggel egy keretmegállapodást, kifejezetten sikerdíjas, tehát pályázat előkészítés, pályázatírás munka akkor dotálódik, illetve akkor van ennek önkormányzat részéről fizetendő ellenértéke, amennyiben konkrét eredmények születnek. Ettől mi azt várjuk, hogy nagyobb mennyiségű uniós pénzt sikerült az önkormányzat területén elkölteni. Ennek megfelelően egyébként most éppen egy étkeztetése, gyermekétkeztetésre kapcsolatos pályázatot fogunk most benyújtani saját konyha megvalósítása céljából. Kitér a program a városkép területfejlesztésre, utak építésére, ami azért szintén egy elég sarkalatos pontja Budakalásznak a közlekedés. Igen. Ahogy így beszélgettünk egymással, polgármester úrral, alpolgármester asszony, a képviselőtársakkal, talán elmondható az, igyekeztünk a útfejlesztés is valamilyen módon megvalósítani, de az első 4 éves ciklusban próbáltuk a legégetőbb közintézményi problémákat kezelni. Tehát építettünk egy új orvosi rendelőt, a bölcsődei ellátás férőhelye is sem voltak biztosítottak, építettünk egy új bölcsődét. Én azt gondolom, hogy az intézményeink műszaki állapota van, ahol kifejezetten jó, ám nagy általánosságban megfelelő, van, ahol nyilván lehetne még fejleszteni, és ugye éppen most a Szent István telepi iskolánál ugye a tetőtér beépítésének az előkészítése zajlik, de azt gondoljuk, hogy az intézmények állapota talán most elérte azt a színvonalat, hogy talán inkább előtérbe kerülhetnek az emberek közvetlen környezetét jobban érintő, vagy a közvetlen lakókörnyezetére nagyobb hatással bíró beruházások, és itt elsősorban a nyilvánvalóan a közutak fejlesztéséről van szó. A polgármester úr többször is kifejtette, hogy az a célunk, hogy a ciklus végére a minden összközművel bíró belterületi útunk szilárd útburkolattal legyen ellátva. Én azt gondolom, hogy a gazdálkodási alapelveket és az elvárt bevételeket figyelembe véve ez egy teljesen reális célkitűzés, és ezt mindenképpen szeretnék megvalósítani. Azt is tapasztaltuk, és az nagy örömet okozott számunkra, hogy a lakosság nagyon pozitívan reagált az egyéb ilyen közérzetet javító, illetve a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló beruházásokra. Itt elsősorban a közparkok kialakítására, a virágosításra, illetve ugye a Kávária régészeti park kialakítására gondolok. Ezt az irányvonat is szeretnénk továbbvinni. Itt tervbe vettük a Kőbányai úton külső részén található forrás, és elég sok lakosunk megfordul arra, annak a megfelelő kiépítésére. Kifejezetten a gyerekeknek egy ilyen önkormányzati mintagazdaság létrehozását tervezzük, ahol megismerkedhetnek az állattartási alapismeretekkel, illetőleg a konyhakerti növényekkel és azoknak a termőföld művelésével. És ami szintén nagyon fontos, hogy szabadidő eltöltését szolgáló tervünk, az az Omsztóhoz kapcsolódik. Itt a vízparton szeretnénk egyrészt kialakítani egy jó minőségű strandot, illetőleg mellette egyéb sportlási lehetőséget kívánunk biztosítani, egyrészt lenne egy ilyen kültéri edzőterem jellegű különböző sporteszközök kihelyezésével egy ilyen edzőpark, illetőleg a tó körül szeretnénk egy rekordtámpályát létesíteni, ahol jó minőségű burkolaton lehet futni. Ugye már szóba kerültek az iskolák, az intézmények. 2 bölcsőde, 2 óvoda, 2 iskola és rengeteg gyerek.
Tehát ugye a végleges megoldás, ahogy az önkormányzat is már többször hangoztatta, hogy egy harmadik iskola építése lenne. Erre mekkora, milyen reális esélyek vannak, lehetnek? Igen, ugye mindig kettős érzések karolnak az emberrel ezzel kapcsolatban. Egyrészt nagyon örülünk, hogy részben itt a lakosságnak, illetve a fiataloknak a gyerekvállalási kedve az úgy néz ki, hogy rendben van. Tehát országos szinten én azt gondolom, hogy viszonylatban nagyon sok a három vagy annál több gyerekes család Budakalászon. Ez így szép is, meg rendben is van. Ami igazából problémát okoz, de nyilván ezt is próbálja az ember valamilyen szinten kezelni, hogy az oktatási színvonalnak, meg a környezetnek is megfelelően a környékbeli településekről is rengeteg gyerek szeretné igénybe venni ezeket az intézményeket. És sajnos, és leginkább az általános iskolák vonatkozásában probléma ez, most már azokat a határokat feszegetjük, ami lassan én azt gondolom, hogy akár az oktatás rovására is mehet, tehát olyan magas a gyereklétszám, hogy a jelenlegi keretek között veszélyeztetheti az oktatás színvonalát. Kezdeti lépéseket tettünk ez ügyben. Mi önkormányzati szinten területet tudunk erre biztosítani. Egyrészt a helyépítési szabályzat megfelelő szabályozónak a megalkotásával, másrészt meg ugye ezeken a területeken, és itt önkormányzati területekre gondolok, a telek biztosításával. Nyilván ezeknek a beruházásoknak a volumene, illetőleg ugye a jogszabályi háttér ugye az iskolák vonatkozásában, ez mindenképpen azt kell, hogy eredményezze, és illetőleg akkor lehet eredményes ez a törekvésünk, amennyiben itt az állam oldaláról pozitív fogadtatásra találunk. Minden esetre mi keresünk meg potenciális helyeket, jelenleg is meg tudunk jelölni a új iskola létrehozására. És nem csak a gyerekek, hanem azért az idősek, a nyugdíjasok ápolására, gondoskodására is hangsúlyt fektet az önkormányzat. Igen, ez így volt a múltban, és így is lesz a jövőben is. Tehát az eddigi ellátás színvonalát ezt mindenképpen szeretnék megőrizni, illetőleg emelni. Új elemként vizsgáljuk jelenleg is azt a lehetőséget, hogy esetleg a nyugdíjasok számára kedvező áron valamilyen szinten a közétkeztetés biztosítása. Ez kapcsolódhat az a pályázathoz, amit ugye jelenleg próbálunk benyújtani közétkeztetési vonalon, amennyiben lesz egy olyan önkormányzati konyha, ami ugyan elsősorban a bölcsődése oldás gyerekek élelmezését biztosítaná. Ha ennek lesz felesleges kapacitása, illetve próbáljuk így kialakítani, hogy megfelelő kapacitással rendelkezzen, mi ezen a vonalon is gondolkozunk, hogy méltányos áron a megfelelő minőségű étkeztetést biztosítsuk az idősek számára is. Akkor elmondható, hogy tényleg egy átfogó gazdasági program született, és fogadott el az önkormányzat? Én azt gondolom, hogy igen, és én nagyon remélem, hogy az elmúlt időszakhoz hasonlóan ennek a programnak a döntő részét sikerül is megvalósítani. Legyen így. Köszönjük szépen a beszélgetést. Köszönöm. A nézőknek pedig köszönjük szépen a figyelmüket, viszontlátásra.